A pécsi egyházmegye fenntartásában működő Árpádházi Szent Erzsébet katolikus óvoda költözik majd az új, korszerű épületbe. Soltész Miklós egyház és nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy a rendszerváltás után 10 egyházi iskola működött 3.000-3.500 diákkal. Dombóváron a katolikus egyház olyan közfeladatokat vállalnak át szociális területen, gyermekvédelem területén, majd pedig a gyermeknevelés területén, amely mindenképp a társadalmat szolgálja és erősíti. És miután mégiscsak egy 1000 éves keresztény hagyományú nemzet vagyunk, még hogyha nem is mindenki hívő, még hogyha nem is mindenki gyakorló templomba járó, de mindenkinek azért a szívében, lelkében ott van az a tanítás, az a kultúra, és hozzáteszem az a törekvés, amelyet a kereszténység évszázadokon keresztül erre a nemzetre ráhagyományozott, és amelyben élünk most is. És nyilván az a fantasztikus nevelés, amely mondjuk az egyházi köznevelésben, legyen az óvodától a középiskolán át zajlik és történik, az, hogyha segíti az egyes családokat, segíti az egyes közösségeket, akkor ezt érdemes támogatni. És ezért is döntött, gondolom, így a pécsi egyházmegye, vagy itt Dombováron, a katolikus iskolák mellett, katolikus nevelés mellett most elindult itt egy újat, ez pedig az óvoda, eddigi óvodának tulajdonképp mondjuk, hogy kibővítése, vagyis egy újnak az építése és nagyobb létszámú befogadása a gyermekeknek. Én hiszem azt, hogy nagyon nagy öröm lesz, amikor ez megvalósul, látva a terveket, csodálatosan szép lesz nagy területen, és minden dombovárinak, illetve édesanyának, édesapának, akik a gyermekeiket majd ide fogják hozni ebbe az új óvodába, örömteli lesz ebből az épületben nap mint nap belépni. Nem csak az épület szépsége, hanem még egyszer mondom, a nevelésnek a minősége miatt is. Ez a szám úgy változott 2010-re, hogy nagyságrendileg 110-120 ezer gyermek járhatott egyházi felekezeti óvodába, általános iskolába és középiskolába, most pedig már meghaladta 250 ezret ez a szám, tehát tulajdonképp 12-13 év alatt több mint kétszeresére növekedett. És óriási az igény továbbra is az egyházi iskolák fele, mi sem bizonyítja jobban, hogy amikor felvételikre kerül a sor, mennyien akarnak oda menni, és mennyire nem tudnak bejutni. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy a világon nincs még egy olyan uralkodó család, akik a keresztényeknek ennyi szentet adtak, mint az Árpádház. Nekik is köszönhetjük, hogy a magyarság az elmúlt évszázadokban hitet tudott meríteni a múltból, és mindig megállt a helyét a jelenben. Büszkén valljuk meg a magyarságunkat, azt mában is meg akarjuk élni, illetve a jövőnek is ezt szeretnénk továbbadni, hiszen mi Európát nem csak egy földrajzi fogalomnak fogjuk fel, hanem egy olyan közösségnek, sorsközösségnek, amely az erős nemzetek Európája. Ezt szeretnénk továbbvinni, és reméljük azt, hogy ez oly módon is sikerülhet, hogyha az egyházi intézményrendszerünket megerősítjük, legyenek azok akár óvodák, iskolák, középiskolák, egyetemek, vagy pedig szociális intézmények. Ez így van Dombováron is. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldásra szálljon rá, és maradjon rajta most és mindörökké. Amen. A helyi pedagógusoknak 100%, a szülőknek pedig 80%-a támogatta az új óvoda projektet. Minden társadalomnak és minden családnak természetesen a legnagyobb kincse a jövő, az élet, az a gyermek. És az óvoda ebben segít, ebben dolgozik, ebben van jelen, és mi is ehhez járulunk hozzá. Nagyon fontos, hogy ez egy összefogás. Az első természetesen, hogy a dombóváriaknak erre van igényük, volt vágyuk, akaratuk, szándékuk, hogy valóban itt a közösségi életben, a gyermekek nevelésében hozzájárulhassunk. Az állam ezt támogatja, és mi, mint a katolikus egyház, a lelkületet,
a lélek gazdagságát tudjuk ehhez hozzáadni, és így ez az összefogás, ez az egység valósul meg itt ezen a helyen. Én nagyon bízom benne, hogy a jövőben sok-sok családnak öröme, hálaadása, kincse, gazdagsága lesz itt. Felföldi László pécsi megyés püspök elmondta, hogy egy ember életében a legeslegfontosabb az a néhány év, amit otthon, a bölcsödében és az óvodába töltenek a gyerekek. Ezek azok az alapok, amelyekre lehet egy életen át építkezni. Nagyon fontos, hogy a gyermekkortól az identitásom, a nemzetiségem, a magyar vagyok, a német vagyok, a tudok néhány kis dalt. Ez itt, ez mindenütt nagyon fontos, de ezen a területen különlegesen. És örülök annak, hogy a családok akarják ezt ápolni, és azért is támogatják, hogy a gyerekeik tanuljanak, vagy fejlődjenek a német kultúra szerint is a magyar kultúrában. Örömteli pillanat történt ma a város életében, hiszen egy új katolikus óvodának raktuk el az alapköveit. A katolikus egyház nem új szereplő Dombóvár életében, hiszen már hosszú évek óta üzemeltetnek egy óvodát úgy Dombováron a Petőfi utcában. Nyilván amikor megkerestek az ötlettel, nagyon örültem neki, hiszen egy épületünk felszabadul, és az épülettel kapcsolatosan vannak már terveink. Ez az épület nagy valószínűséggel 2025 szeptemberétől fog újból rendelkezésünkre állni, és nyilván az is örömteli, hogy a bölcsödénk megtelt, ott már nem tudunk bővíteni, és a felszabaduló épületbe egy bölcsödét szeretnénk majd üzemeltetni. Az 1,8 milliárd forintos beruházás összesen 4 csoportnak ad majd férőhelyet, 3 magyar és egy nemzetiséginek, ami később bővíthető lesz 5 csoportra.